Imádkozzunk testvéreim! A mi segítségünk és ünnepszentelésünk Istentől legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen. Énekeljük, keresztény testvéreim, Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 132. énekünket, a 132. énekünk első versszakát, amely így kezdődik. Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Jövel, Evangélium a 28. részének első 13 verséből. A szombat végén pedig a hét első napjára virradulva kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállott a mennyből, és odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és reállult arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér volt. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanná lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván így szólt az asszonyokhoz. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. Azután menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és ímé előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondottam nektek. És gyorsan eltávozott a sírtól, nagy félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig még az úton voltak, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött ővelük Jézus mondván, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták az ő lábait, és leborultak előtt. Akkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek. Menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjetek Galileába. Ott meglátnak engem. Ami alatt pedig ők mentek, íme az őrségből némelyek bemenvén a városba, jelentették a főpapoknak mindent, ami történt. És egybe gyülekezvén a vénekkel együtt és tanácsot tartván sok pénzt adtak a vitézeknek. Ezt mondván. Mondjátok, hogy az ő tanítványai odajöttek, éjjel ellopták őt, mikor mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülükbe jött, mi elhitetjük őt és kimentünk titeket. Azok pedig fölvették a pénzt, és úgy cselekedtek, amint megtanították. És elterjedt ez a hír a zsidók között, mint a mai napig. A kegyelemnek Szent Istene tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért gyertek, halljuk meg a bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyám. Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában,
trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek előtte. Vallást teszünk azért te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után, testvéreim, hallgassuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor is itt szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igének hallgatására készülve, testvéreim. A 222. énekünk első verszakát tehát énekeljük. 222. énekünk így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Szívemet hozzád emelem, bízom, Úristen. Kedves testvéreim, Istennek az a szent ígéje, ami által szól hozzá 2023 húsvétján, írva található a Máté evangéliuma 28. részének a másodiktól a 7. terjedő verseiben, melyet hallgassatok meg alázatos lélekkel Isten figyelő szívvel. És íme nagy földindulás lett. Mert az Úrnak angyala leszállt a mennyből, odament, és elhengerítette a követ a sír szájáról, majd reállult. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalt, és azt mondta az asszonyoknak: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondotta. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. Aztán menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és íme előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondottam nektek. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondottam nektek. Ez Istennek hozzánk szóló igéje. Tél végén és tavasz elején, kicsit úgy, mint most.
hatalmas várakozásra készült az egész Magyar Királyság. Európa első, legnagyobb és leghatalmasabb állama, ugyanakkor legboldogabb és legbékeszeretőbb is. Király koronázásra készültek, hiszen az a Hunyadi Mátyás, akit 1459-ben 15 évesen, maximum 16 évesen, itt a források egy kicsit nem túl egybehangzóak, a Duna jegén megválasztották. Nos, azt a Hunyadi Mátyás kellett megkoronázni. És miután az ő uralkodói programja, amelyet még valahol Csehországban, a Moldva folyó egyik partján az érte érkező seregeknek megfogalmazott, mostantól csak dicsőségben lesz részletek. Az ügytörténetben, hiszen koronázni csak nagy ünnepen, nagy keresztény ünnepen lehetett, igazi keresztény ünnepen, virágvasárnapra volt kitűzve. Miért kellett 4 évet várni a koronázással? Mert Nyugat-Európa jelenlegi kedves szokásához mérten útszéli rablóként ellopatta Magyarország törvényes uralkodóját, a Magyar Szent Koronát, és mintha nem személy lenne, a szószoros értelmében zaciba csapta. És ennyi ideig tartott, amíg sikerült visszaváltani. És a magyarok számára a koronájuk a legfontosabb volt. Úgyhogy 4 évig Hunyadi János csak a saját, Hunyadi Mátyás csak a saját nagyságának köszönhette, hogy király maradhatott nagyon-nagyon nehéz időszakban. Amikor viszont sikerült visszaváltani a koronát, akkor mindenki érezte, hogy a magyarság számára és a világ számára is 500 évre előre meghatározzák. Mennyivel szemben hangzik, csak dicsőségben lesz részletek, és ez a dicsőség ez örök időkig tart. Nagy szüksége lett volna a világnak egy olyan közép-európára, ahol békesség, boldogság és szeretet honol, és ez a három megteremti a bőséget magának. A Turul nemzetség, vagy Attila király nemzetségének királyai alatt, akit helytelenül ma Árpádháznak hívnak, ez honolt Magyarországon, és utána sem sikerült teljesen az idegenházi királyoknak szétverni, sőt. De sűrűsödtek a sötét felhők az égen, és virágvasárnap helyett egész egyszerűen azért, mert a mindenség jelzett, hogy nem ez következik. Nagy csütörtökön, hatalmas áradásoknak köszönhetően, nagy csütörtök estére ért oda, talán éppen innen, ezekből a végekből, hiszen Budától ez van a legmesszebb. Az a nemes, akinek ott kellett lenni a koronázáson. És nem úgy volt, hogy el lehet tekinteni az ő megjelenéstől. És amikor nagy csütörtök estén szépen belovagolt a budai várba, akkor gyűltek össze Magyarország. Olvassuk csak az angyal tekintetét, olyan volt, mint a villámlás, villámló tekintetű nagyjai. Ezt olvassuk róluk a középkori krónikákban. És elkezdtek gondolkodni. Hát dicsőséges feltámadás, az húsvét. Na igen, de halál nélkül. A nagypéntek borzalma nélkül. Van-e feltámadás? És akkor volt az egész nemzetnek, a királynak személyesen egy éjszakája végig gondolni, hogy ez mikora változást jelent. A nemzet, a világ és az ő személyes sorsa tekintetében. És reggel nagy egyházi ünnep, az egyik legnagyobb. Megindult a koronázás, de innentől kezdve mindenki tudta, hogy azok a siralmas énekek, amelyeket elragadtatásában néhány száz évvel ezelőtt IV. Béla király leánya
Szent Margit mondogatott, mint Magyarország és a világ jövendőjét, azok bizony most az elkövetkező 500 évben valósággá lesznek. És ha egy kicsit a magyar és a világ történelmét behatósban szemléljük, testvéreim, akkor ez bizony valóban is vált. Mátyás király személyes életében is, hiszen 37 évvel később, 1490 virágvasárnapján eszi meg a fügét, és nagy pénteken leheli ki a lelkét óriási kínok között. Az az ember bömböl, mint egy oroszlán, aki a moldvai hadjárat alkalmával egy láncsa hegy fúródott a gerincébe, és arcizma sem rándult. Akkor milyen fájdalom volt, és kinek a fájdalmát vállalta, mert nem a sajátját. Miért kell ezt húsvét reggelén elmondani? Mert a magyarság akkor pontosan tudta, Vitéz János későbbi esztergomi érsek ezt meg is fogalmazta, az esztergomi érseki palota királyok termében, hogy bizony a Jézus Krisztus szenvedés történetéhez hasonló sors vár a magyarságra a reál következő 500 évben, és valóban az vár. A húsvét örömét és gyönyörűségét nem lehet nagypéntek borzalma nélkül tárgyalni. Anélkül, hogy rávilágítsunk arra, hogy az a világ, amelyben semmilyen emberi szenvedés és emberélet nem számít, és már 500 éve sem számított a nagy bankházak urainak, bármikor hajlandóak háborúkat kirobbantani, emberek tízezreit szörnyű szenvedésekkel a halálba küldeni, zárójel nyitok, a Grimm mesék Jancsi és Juliskája úgy kezdődik, Németország alapélménye 30 éves 1600-esek elején, csak 100 évvel később, vagy 150 évvel későbbi háborúban, hogy olyan éhínség van, hogy azon tanakodnak, hogy a saját gyerekeiket megegyék. Ez a Jancsi és Juliska nyitó színe, aki ismeri még a Grimm meséket. És ez egy élő valóság. Miközben Magyarországon soha ide nem betemettek. Még a legrettenetesebb török harcok idején sem. Az a világ, amelynek a gyökerei nem 500 évvel ezelőtt Mátyás halála környékén, hanem már akkor, amikor az emberi élet fölött az irányítást a pénz emberek Nyugat-Európából kisugározva kezdték átvenni, és kezdték ők berendezni a népek sorsát, ez lett. Nagy péntek rettenete 2000 évvel ezelőtt erről szól. Kiveszünk a teremtésből egy részt, beépítjük, körbeépítjük falakkal, és ott elkezdünk a természet ellenére társadalmi életet élni, elkezdjük zsibvásárán tenni a legszentebb helyeinket. Mindegy, hogy milyen nép szent helyét, most a zsidó nagy templomáról van szó, de belép Jézus is mit lát? Latroknak barlangjává tettétek, mert a kalmárság, a nyerészkedés a legfontosabb, még itt is. Gyakorlatilag ez egy örök időkre szóló látlelete annak a társadalomnak, amely aztán a Római Birodalom segítségével kiterjesztette a politcsápjait a világ minden részére. Mátyás király volt az utolsó, aki még, és ezért szólnak róla azok a népmesék, hogy mindig a szegényeket, egy nem a szegénység, mint olyanról van szó, hanem hogy elharapózott a nyerészkedés és a mindenek felett való harácsolás teljes mértékben a világon. De a gyökerei ott voltak a Római Birodalom leginkább nyerészkedő provinciájában 2000 évvel ezelőtt is. És az, hogy ez megtörténhetett, hogy az, aki soha életében
senkinek nem, hogy ártott volna, még szavakkal se kivéve azokat, akik vele így gonoszak voltak, akiknek azt mondja, hogy ti ördög atyától valók vagytok, aki hazug és embergyűlölő volt kezdettől fogva. De ennyi, őt juttatják a keresztfára úgy, hogy közben megdolgozzák a közvéleményt is. Ügynökök által. És azok a, az a tömeg, aki ott összeverődik a megkorbácsolt, megcsúfolt Isten fiára, azt ordibálja nagy pénteken, hogy feszíts meg. Ez a húsvét reggeli történet, amelyet most itt felolvastam előttetek, talán onnan érthető a leginkább, ahol mondjuk felcsinkban járunk-kelünk, és 1500-es évekbeli templomok mellett látunk ilyen szép kis faragott kőkereszteket. Felcsinkban még a Szálvátor kápolna mellett mind a két oldalán is ezt látjuk a Kissomjó hegyén, hogyha oda megyünk. Milyenek ezek a kőkeresztek? Hozzá vagyunk szokva, bemegyünk egy katolikus templomba nagypénteken, ott ez egy szertartás a nagypénteki misén, hogy elébe hoznak ide ki a oltár elé egy, hát majdnem embernagyságú keresztet, és akkor a katolikus hívek úgy gondolják, hogy azzal fejezik ki a tiszteletüket a keresztre feszített Krisztushoz, hogy oda mennek és megcsókolgatják ezt a keresztet. Ha azonban megnézzük ezeket a kereszteket, amiket most használnak, ez tényleg az van, hogy egy ember, mint egy roncsomó fel van szegezve a keresztre, és az emberi szenvedés hangsúlyozódik. Holott az evangélisták pontosan rávilágítanak, hogy mint testi szenvedés Jézus számára, azon a szellemi szinten, hát hány példát hozzak föl egy igazán komoly szellemi szinten levő tanító, ma a 21. században már nem, de mondjuk 100 évvel ezelőtt bármilyen magas kultúrában a világon, és itt mondok egy példát, Búrjánsföld, Szibéria, és nem is a kereszténységen belül, hanem mondjuk buddhista tanító, romlatlan testre fekszik mind a mai napig. És leírják róla, a szovjet időkben hal meg, már, Búrjánsföld oda tartozik mai napig, és leírják róla, hogy számára a fájdalom egyszerűen nem lép, nem lehetett neki fájdalmat okozni, azon a szellemi szinten volt, hát Jézus hol volt ehhez képest. Tehát ez nem kérdés. És felcsipva még 500 évvel ezelőtt tudják, mert olyan kereszteket faragnak régi templomok mellé kőből, ahol így megáll szembe, van rajta egy ember. De nem szembe, hanem átüleli a világot. És a kereszt, mintha csak mögötte lenne. Nagyon nehéz ezt szoborban így összehozni, de gyönyörű. És ez a lényege a Krisztus kereszt halálának is, hogy ennyire képes ez a világ. Oda teszi a sírhoz a katonákat, hogy őrizzék az érezvényt, nem? Tehát ennyire képes, hogy a hatalom kiszolgálóit oda teszik a sírhoz. Ki akarja iktatni az élők sorából, és nem veszi észre, hogy ez a legnagyobb győzelme az ő igazságának és az ő szeretetének. És amikor ez a győzelem harmadnapra valóságá válik, akkor mi marad a katonákból? Felolvasom, mert nagyon szép. Az őrizők, de mondhatjuk katonáknak is, pedig tőle való félelmükben úgy megrettentek, hogy olyanokká lettek, mint a holtak. Nem haltak meg, de mozdulni nem bírtak. Tehát ahol a teremtés nagy igazsága valóságá válik, mert hogy tele van az emberiség történelme. 5-6-7 ezer évvel ezelőttől elkezdve a Krisztus koráig hozzá hasonló megváltókkal. Majdnem pont ugyanez a történetük, ha Dél-Amerikában találjuk őket, ha Egyiptomban, ha Indiában, ha máshol, ha a Közel-Keleten. Más néven, de például Indiában még rímel is rá a neve. Más korokban. Annak idején a unitárius testvéreinkkel elbeszélgetvén a teológián, nekik volt ilyen
szemináriumunk, hogy a meghaló és feltámadó megváltó a világban mindenütt. Ebbe a vonulatba illeszkedik bele Jézus Krisztus is. Mi azt hiszük, hogy csak, hogy ez egyedi eset. Igen, bizonyos szempontból egyedi, mert a világ történelme egy olyan pillanatában született meg, és volt, amiből 26 ezer évben egy van, kozmikus pillanatot tekintve. De a sorsa a mindenkori hazug és Istentől elrugaszkodott, az emberi lét törvényeit végzetesen félreértő és félreérteni akaró világnak a mindenkori látlete. És a feltámadás, és ezért van mindig tavasszal a mi időnkön. Hogy az ember, amikor körülnéz, ha még egyáltalán hajlandó a természetre tekinteni, mondjuk egy körbeépített városban, de én hiszem, hogy azért nincs egy olyan ember sem, aki egy kicsit legalább nem hajlandó, ha kinéz az ablakon, vagy kimegy a tájba, ugyanezzel találkozik. Ahogyan a teremtett világ újjáéled minden tavasszal, úgy éled újjá minden olyan élet, amelyet bármilyen okból ki akarnak iktetni a földi létből. Örök körforgás van, és örök lüktetése van az életnek. És amikor az élet maga avatkozik bele, direkt módon, közvetlen módon a dolgba, az olyan, mint mikor leszáll az urangyal. És ha kell, arrébb köcköl egy követ. Nincs az a kő, amit ne tudna arrébb köckölni. És amikor az asszonyok ezzel a beletörődő szerencsétlenséggel, hogy itt a vége, legfeljebb megtesszük a végtisztességet, elmennek a sírhoz, akkor ők lepődnek meg a leginkább. Az egy dolog, hogy nyitva találják, és utána találkoznak az úton Jézussal. Nos, ha történelmi példával kezdtük, és történelmi korszakkal kezdtük, akkor a legnagyobb reménység ebben a hihetetlenül nehéz, hihetetlenül veszélyes történelmi korban soha talán ennyire veszélyes helyzet nem volt a világban. Ennyi őrültnek nem adtak hatalmat a kezébe, hogy teljesen letörölje az életet, mint olyan a földszínéről. Na de még ebben a helyzetben is, még a nap mint nap érkező, egyre riasztóbb hírek között is, a legmegnyugtatóbb és legnagyobb reményt adó valóság az, hogy az életet, annak a legmagasabb szintjét, hiszen Jézus az élet legmagasabb szintje. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Soha nem lehet a világegyetemből elpusztítani. És ha kell kozmikus erő, mert az Isten angyala az egy kozmikus erőnek a képes kifejezése, itt ebben a helyzetben jönnek, és nincs az a hatalom, itt az őrizők, az megint egy jelkép, aki ne várna a félelemtől megdermedte. Mozgás és cselekvő képtelen. És azért olvastam fel a bibliaolvasásban, ami nem egészen ide ehhez a idilli képhez, a feltámadás idilli képéhez tartozik, ahogyan elmennek, aztán megélnek katonák, és hát félve elkezdik mondani, mit tapasztaltak, és körülbelül ennyi telik ki a mindenkori hatalomtól. Kitalálunk egy hazugságot, és a hírek, és elterjesszük ezt a hazugságot mindenütt, és legalább azok, akiket sikerül elhitessünk, majd ezt fogják elhinni.
tudom, hogy néhányan megmondták azt, hogy majdnem minden hónapban egyszer erre hivatkozott, de hazugságból hallottunk eleget. 2020. március 15-től kezdve nap, mint nap a hírekben, és hallottam is. Kitalálunk egy hazugságot, elterjesztjük a világon, és elkezdenek rettegni az emberek, hogy meg fognak halni egy soha nem látott járványban. Aztán kitalálunk egy másik hazugságot, és háborút indítunk. Akik elhiszik, hogy így működik a világ, azokra nagyon veszélyes. És sose lesznek olyan rettenetesen sokan, akik viszont Jézus tanítványai. Mert ők elindulnak Galileába, és teszik a dolgokat. És a világ világosságának üzenetét elterjesztik az egész Földön. Az élet üzenetét. Mind a mai napig talán Adi fogalmazta meg a legszebben. Az élet él, és Szent Okokból élni akar. Az egész világ életemben a világ végezetéig. Ez a feltámadás legfontosabb üzenete. Mennyei édesatyánk, nem találom szavakat, hogy megköszönjük. Meg ami minden gyarlóságunk, félelmünk, gyengeségünk ellenére. Neked gondod van ránk, és a te ingyen kegyelmeddel életet, az életnek lehetőségét adod. Ezt a lehetőséget már oly sokszor eljátszott gyermekeid számára. Áldunk és magasztalunk téged, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a szent ünnepen is, és szerte a világon együtt adhatunk hálát neked, mindazért, amit a te szent fiad érettünk tett, és amelyet feltámadott lelkkel, Szentlélek által életünk tesz is. Örökkévaló Istenünk, engedd, hogy a szívünkkel láthassunk. Mert földi szemeink pusztulást és változást látnak. A hazugság látszólagos győzelmét. A félelem jeges markát. Az érzelmeink fölött. De a szívünkben legbelül megmarad az a szikra, amely átérzi a te kegyelmednek valóságát, és fel tud tekinteni a feltámadott Krisztus szavaira, és hisszük, hogy a szívünkkel azt is meglátjuk, hogy te jelen vagy feltámadott Krisztusként mindannyiunk életében. És úgy, ahogy a húsvét reggelén szomorú szívvel, a sírhoz siető asszonyok szívét a legnagyobb gyönyörűségre és örömre változtattad, úgy változtatod, ami sokszor keserű, önmagunk és mások gyarlóságába belefáradt szívünket is. A reménység hordozójává. A Szent Fiadért kérünk, hallgassd meg a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, e helyről kívánok gyülekezetünk minden jelenlévő és jelen nem lévő tagjának, és mindenkinek, aki vendégként meglátogatta a Isten tiszteletünket, áldott békés húsvéti ünnepeket, legyen feltámadás valósága és reménysége. A legfontosabb igazság, ami meghatározza a mi életünket. Most pedig testvéreim, záróének helyett készüljünk a királyi vendégségre, amelyre a mi Urunk Jézus Krisztus hívott meg bennünket. Énekeljük tehát a 137. énekünket, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Lelkem siet hozzád menni, örüljön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyának akarata szerint, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség örökre, örökké. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, legteljesebben Pál apostol Korintus beliekhez írott levelében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus ezen az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorát, és ezt mondotta. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát és feltámadását hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlan leszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagát. Érdekes, hogy a mi egyházunk annak a tudósítását tartja a legteljesebbnek és a leghitelesebbnek, aki ott se volt. Nem tudom, elgondolkodtunk ezen. Miközben Máté ott volt. Máté, evangélista, ott volt nagy csütörtök estén, amikor összegyűltek a tanítványok, és Jézus valóban valószínűleg így megtörte a kenyeret, körbeadta, szertartásosan mindenkinek, és egy testből, a föld anya testéből, sarja az életből, és egy vérből, és megint csak a föld anya testéből, sarja az szőlőből, az Isten különös kegyelme és csodája folytán a lélek italává vált, és valóban a vér hordozójává, a lélek hordozójává, az élet lüktetésének és mozgásának hordozójává vált italt is körbeadja. És csak magyarul jelenti ez azt, hogy akik akkor ott ebből részesednek, hiszen egy testből, egy vérből részesedtek, és égatya és földatya fia Jézus testét jelképező kenyeret és bort vettek magukhoz, valóban testvérekké lettek.
Nagycsütörtök estén ez lett. És nem csak nagypéntek borzalmára készítette fel Jézus a tanítványait, pontosan tudta, hogy a felkészítés ellenére ők majd szétszaladnak, amikor elkezd tombolni a gonosz. Katonákkal, fegyverekkel, és itt teljesen mindent, hogy egy kard, vagy egy géppisztoly, vagy mondjuk rakétát jelentik a fegyvereket az őrizők és a katonák kezében. A tombolás az tombolás akkor is, és tombolás most is. Legfeljebb az ölés felelősségének az érzete nem mindig van jelen a mostani gyilkolóknak. Hiszen aki messziről elindít egy rakétát több kilométerre és megöl vele 50-100 ember, az egy látja. Aki meg a karra levágja valakinek, elvágja valamiét, az látja. Az rögtön szembesül is a tetőre. Ennyi a különbség. De Jézus pontosan tudta, hogy azt a Szent Szövetséget, amit ott megalapított a világ, mind a 12 féle emberi magatartás formájában az egész emberiségbe kiterjesztette. És egyetlen egy módon lehet a hazugság, ami aztán már az ő idejében is, lásd a feltámadás eltérítését a főpapok által, és a gonoszság ellen a legfontosabb fegyvert adta a kezünkbe. És ez nem valóságos élet kioltására való fegyver, hanem sokkal több. Mert ha igazán összetartók és testvérek tudunk lenni egy szertartás által, akkor nincs az a gonosz erő, ami ezt az egységet, ezt a lélektől lélekig való szoros kapcsolatot, lelkektől lelkekig pontosabban való szoros kapcsolatot meg tudja bontani. A legnagyobb költőink felismerték ezt, és a világ legnagyobb művészei jelentették ezt meg, ezt a csodálatos kapcsolatot. És amikor Leonardo da Vinci megfesti ezt az utolsó vacsorát, akkor eredetileg nem úgy festi meg, hogy a reprókon látjuk, hogy van egy emberi arc. Krisztus arcán nem. Maga a sugárzó nap van középen. És neki a fénye, az igazság napjának fénye oszlik szét a tanítványok arcában, és mindenkinek fényes tekintete van, és mindenkit felhívok arra, hogy itt vagyunk, 10 kilométerre vagyunk Székelyderstől. És 1419-ben Ungi István, magyar nemes, aki freskókat fest, saját, ő felírja a nevét Székelyderstben. Nézzük meg azokat az arcokat, amiket fest. Nézzük meg Szent László arcát, nézzük meg Mihály Arkangyal arcát, nézzük meg a korabeli vitézek arcait. És akkor kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy itt az 1400-as évek első évtizedeiben milyen sugárzó arcú emberek jártak. Miért kell ezt elmondani? Azért, mert aki a Krisztus testével és vérével ebben a szertartás keretén belül töltekezik, és komolyan is veszi, időről időre beépíti az életébe annak az arca, a maga teljességében sugárzóvá válik. Még akkor is, hogyha ez kívülről csak nyomokban fedezhető fel. Azok, akik valóban egy Krisztus követő, az igazság és a szeretet követő közösséget alkotva, azok mind a világ végezetéi úgy időben, mint térben örök időkre sugározni fognak jóságot, tisztaságot és ingyen kegyelmet. És soha nem lehet hazugságokkal átverni őket,
mert a forrásból, a teremtőtől kapják az erőt, és igen, ha kell az információt is, a szívükön keresztül. 2023 jelenlegi időszámítás szerint húsvétjának. Most itt az Úrasztal, megterített Úrasztalának ez a legfontosabb üzenet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Először mindegyikünk csendben vallja meg bűneit, és kérjen bocsánatot megváltó Úrunktól. Készüljünk király vendégségre, alázatosan megvaván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami mi irgalmas Istenünkhöz, az első keresztények. Igen lényegre törő imádságával. Urunk, irgalmaz, Urunk, bocsáss meg nekünk. Urunk, részeltessed a kegyelmed ajándékaiban. Amen. Miután vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is. Mondjuk el együtt az egyetemes keresztény a Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lények. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Hitvallás tételünk alapján kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnösete folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből, Isten ítélő széke előtt meg nem hallgattok, sok büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, halljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok ezt? Mindezeket, ha hiszitek és valljátok, akkor ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát, melyet megad nekünk a mi Úrunk Istenünk ingyen való kegyelméből, egyedül az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akit magatokat illetőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz, közben pedig, amit tudjuk, az asszonyok azok még éneklik, de aztán a férfiakra gond lesz. A 141. énekünket énekeljük folyamatosan. Megterítve áll előttünk a szeretet asztala. Megterítve
Yeah.
és dicsőítsék meg a mennyei atyátokat. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanálak titeket, kérlek és intlek benneteket, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóban ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztényi hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi és senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és bebizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymással valami panaszotok van, bocsássatok meg szívből egymásnak, amiként a mi atyánk is megbocsátott mi nékünk. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, uralkodjék ti bennetek és ti közöttetek. Most, mielőtt megtennénk hajlékainkba, gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket, és adjunk hálát Istennek velünk között jó téteményéért. Urunk Istenünk, te szent alkalmat adtál nekünk, hogy együtt lehessünk, és a köztünk levő lelki köteléket a te szent fiat teste és vére által mindinkább megerősítsük. Elsősorban vele, aki adta magát érettünk, aki meghalt és feltámadott érettünk, de másodszorban egymással, akik itt most jelen voltunk, de nem csak egymással, hanem mindazokkal, akik az évszázadok folyamán körülállták ezt az asztalt, ezen a szent helyen, amelyet őseink azért emeltek, hogy örök időkre hely legyen, ahol a legszentebb érzéseinket együtt egy akarattal, hozzád szálló imában fejezhetjük ki. Együtt voltunk ebben a szent időben, tehát azokkal is, akik előttünk jártak, és akik akár nem régiben, akár a régmúltban itt voltak. Innen indultak útjukra, ebből a gyülekezetből, és ide tértek vissza. Urunk Istenünk, te fogadtad az ő lelküket is be a te országodba, ahogyan egykor majd a mi lelkünk is hozzájuk távozik. Urunk Istenünk, hozzá távozik. Urunk Istenünk, áld meg minket e földön, annak az érzésével és tudatával, hogy az élet minden fölött győzedelmeskedik. Az igazság mindenek fölött győzedelmeskedik. És az út, amelyet bármi göröngyösen járunk is, te kell, maga Krisztus. És ennek a végén ő vár minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Áldásra várva testvéreim, nemzeti imádságunkat énekeljük. Isten
minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségébe hívott el mindannyiunkat. Ő maga tegyen titeket erősekké, szilárdakká és állatosakká hitben. Övé a dicséret, dicsőség örökkön örökké.